Eddig az Zala megyébe 665 millió forint támogatás érkezett, csak tárgyi eszköz fejlesztése. Ebből az összegből valósultak meg a pályák építése, pályák felújítása, a pályatartozékok beszerzése, öltözők építése, öltöző felújítása és különböző pályakarban tartó gépek beszerzése, öntöző berendezések kialakítása. Nagykapornak az elmúlt három évben pályázott, és sikeresen, mert jó célra pályáztak. A következő 15-16-os bajnoki évre lezárultak a pályázati beadások. 540 millió forint fejlesztésre pályáztak az Zala-megyei sportegyesületek, de azt is el kell mondanom, hogy épp a múlt héten kaptuk meg a megyei kereteket, 218 millió forint áll rendelkezésre a megyei igazgatóságnak, hogy az 540 forintos igényt felossza a 218 millió forintos lehetőség között. Nem lesz egyszerű mutatvány. Én szeretném megköszönni Nagykapornak, önkormányzatának, sportegyesületének és mindazoknak, akiknek a támogatásával megszépülhetett a sportlétesítmény. Egy személyes élményt is elmondanék, amikor a futballt abbahagytam az NB1-be, a levezetésként Pacsa csapatában játszottam, és így több alkalommal játszottam a Nagykapornaki pályán. Hát ha valaki, én pontosan tudom azt, hogy mit jelentett ez a fejlesztési lehetőség, milyen volt akkor ez a létesítmény, és most ilyen gyönyörű lett. Én kívánom a Nagykapornakiaknak, hogy használják minél jobban lehetőségekhez képest, használják ki ezt a csodálatos sportlétesítményt, minél többen sportoljanak, és a csapatnak sok sikert kívánok a következő bajnokságban.